Üdvözlöm tisztelt nézőinket, a Lólépésben sak magazin 2017 áprilisi adásában vagyunk. Gunyát Zoltán műsorvezető vagyok, mellettem ő pedig a már jól ismert Varga Péter nagymester, nemzetközi mester, műsorvezető társam és a megye legjobb sak szakértője. Én is mindenkit üdvözlök. Az előző adásunk óta zajlottak az események a megye és az ország sakk életében forduló lebonyolítására került sor a megyei csapatbajnokságban is, és két forduló történt az NB2 közdelmeiben. A mai adásunkban ezekről szeretnénk beszámolni. Először is a magasabb osztály, a minőség. A, az NB2-ben, mint tudjuk, két megyei csapat játszik. Az egyik a nagy nagymúltú csapata, a másik pedig a Nyíregyházi sportcentrum csapata. A 9. fordulóban a, a, Tiszavasvári csapata hazai pályán fogadta a debreceni sakbarátokat, egy nagyobb múltú korábban egy osztálya a fentebb is játszó, azóta kisé meggyengült csapatot, a papírforma, igencsak debreceni sikert ígért. A debreceni sakbarátok valóban győzött, de mindössze 7-5-re, ami vereség ugyanis nulla meccspontot jelentett a tiszavasváriak számára, ez azonban igen tisztes helytállásnak minősíthető az egyébként jó erőkből álló Tiszavasvári csapatának. Sikeres volt ugyanakkor az erősebbik NB2-es csapatunk, a Nyíregyházi Sportcentrum csapata. Idehaza a Bújtos utcai Kontinentál Arénában fogadta a Debreceni Bajnoksak kiskolát, és tudatosítani sikerült a debreceniekben, hogy a bajnoksakiskolának lehetnek a tagjai, de egyelőre még inkább tanulók, ugyanis a nyiregyháziak, ha minimális arányban is, de vereséget mértek a debreceni bajnoksakiskolára, és ez azt jelentette, hogy a két meccspontot a nyíregyházi sportcentrum csapata kasszírozta. A tizedik fordulóban mindkét megyei csapatunk sikeres volt a Tiszavasvári csapata a mezőny végén álló hajduszoboszlói csapattal mérkőzött meg. A papírforma Tiszavasvári a kisebb arányú sikerét jósolta. A papírforma felborult, és pedig úgy, hogy a tiszavasváriaknak az kedvezőbbé vált. Ugyanis igen szép arányban, 7 és és arányban tudták legyőzni a hajduszoboszló csapatát, amelyik ezzel szinte biztosan kieső sorra került, és, és, megőrizte utolsó helyét a tabellán a tiszavasváriak, pedig ezzel a két meccsponttal erősítették pozíciójukat. Óriási csata volt várható a kontinentál arénában a tizedik fordulóban, mivel hogy a Nyíregyházi Sportcentrum ötödik helyen álló csapata az ezüstérmes második helyen álló szírma besenyő csapatát fogadta. A szirmabesenyőiek sem ö, csupán Borsod megyei sakkozókból álltak, hiszen ö, Két ukrán illetőségű nemzetközi mester erősítette a két első táblát a vendégcsapatnál, a Szirmabesenyőnél. Az első táblán Oleg Boricsev játszott, a másodikon pedig Viktor Bunda nemzetközi mester. Hát a mérkőzés nem volt Bunda, óriási ellánnal vetette küzdelembe magát mindkét csapat, és ö, tulajdonképpen kiki meccs volt, megjósolhatatlan, hogy melyik csapat fog nyerni. Sok múlt azon, hogy az élen a két nemzetközi mestert sikerül-e megállítani, illetve a, a hátrébb lévő, a csapatok hátsó tábláit a Nyiregyháziaknak sikerül-e sikert aratni. Az első hat táblán sikerült kitartani a szírmabesenyőieket. A Nyiregyháziak első táblása a fiatal Tibamester a sötét figurákat vezetve, 27 lépésben mért nagy vereséget Oleg Boricsev nemzetközi mester vezette világos haderőre. A C3-as szicíliai volt, ha jól emlékszem, a parti. Boricsev nemzetközi mester lendületesen támadott, előbb egy alogot, majd még egy gyalogot áldozott. Tiba mester után a minőségért visszaáldozott egy tisztet, és 27 lépés után már fogadhatta ellenfele kényszeredett mosolyú gratulációját. A második táblán nagyon egymásnak esett Bunda Viktor nemzetközi mester és orosz Robert a nyíregyháziak fidemestere, azonban látták, hogy egymással nem nagyon bírnak és döntetlenben állapodtak meg. A következő táblákon is kisebb-nagyobb küzdelem után döntetlen volt az eredmény. Egyetlen vereséget szenvedtek el a nyíregyháziak, Gújván bekívántam attólni dr. Herceg Tibor, de valahogy nem sikerült, és az áldozott anyag, áldozott gyalogok nem jöttek vissza, és nem sikerült átütni az ellenfélnek a, a, védőállását. A mezőny hátsó hat tábláján azonban a nyíregyháziak rendkívül eredményesen taroltak, sorra nyerték a partikat, így 8 és fél, 3 és fél arányban a nyíregyházi sportcentrum letaszította az ezüstérmes helyről a szírmabesenyői csapatot. A tabella a végeredménye még megjósolhatatlan. Egyetlen forduló van hátra az MB2 küzdelmeiben. A Tiszavasvári biztosan őrzi a stabil középcsapat szerepét, és még nem teljesen tisztázott, hogy az utolsó fordulót követően melyik helyen fog állni. Sok múlik az, hogy a rivális csapatok hogyan állnak hogyan végeznek. A Nyíregyházi Sportcentrum még juthat feljebb is és lentebb is. Az utolsó fordulóban Edelénybe fog látogatni május 6-án, amennyiben vereséget szenvedne a Nyíregyházi Sportcentrum, akár az ötödik helyről még a 6. helyre is lecsúszhatna, abban az esetben pedig, hogyha az Edelényi csapatot sikerül a késztetni, bizonyosra veszem, hogy a Nyíregyházi Sportcentrum bronzérmet ér el az MB2-ben, én, mint csapatkapitány is őszintén remélem, hogy ez sikerülni fog nekünk. A megyei csapatbajnokság küzdelmeiben egy ö, forduló lebonyolítására került sor, illetve pótolva lett az elmaradt Nyiregyházi Sportcentrum második csapata és halász közötti mérkőzés. Hát először is a hetedik fordulóról. A sláger csapatok közül megmérkőzött egymással a tavalyi bajnok, a Piremon első csapata, a egyik másik igen erős csapatával, a Kisvárdával. A papírforma Piremon sikert ígért, ez be is következett, hat és fél, három és fél arányban tudott győzni a Piremon a Kisvárdával szemben, ami, ami... Hát egy papírforma szerű eredmény és tisztes eredmény, én azt hiszem, egyetértesz velem Péter, mindkét csapat részéről a megye másik erős csapata a Dávid SC fehérgyarmatra látogatott. A fehérgyarmati csapat korábban szebb napokat látott, kiváló első táblása van a fehérgyarmati csapatnak, Bartagábor Gábor személyében, aki győzött is az első táblán, de hát nem tudta vállán vinni a csapatot, egyedül egy pontnál többet nem tudott szerezni. A Dávid nagy mértékű vereséget mért a fehérgyarmat csapatára, 8-2 arányban tudott győzedelmeskedni. Megmérkőzött egymással Nyírbátorban a Nyírbátori csapat és a Vaja megerősödött csapata. A Vajajak csodaszép és 25 arányban diadalmaskodtak Nyírbátorra szemben. Két csikó csapat is mérkőzött egymással, a Piremon kettő csapata egy-két idős veterán felnőtt sakkozóból és nagyon sok sakkozni szerető fiatal fejlődő titánból, sakpalántából áll. Ugyanezek mondhatók el a nagyhalászi csapatra, két felnőtt és sok-sok ifjú, főleg általános iskolás áll a nagyhalászi csapat különböző tábláin. Nos, a mérkőzés nagy arányú nagyhalászi sikert hozott, 7-3 arányban igazolták a győzelmet a Piremon második csapatával. Viszonylag könnyebb ellenfél jutott a Nyíregyházi Sportcentrum második csapatának, Balkányba látogatott, a balkáni csapat nem tudott teljesen nagy ellenállást kifejteni, 9-1-re kaszírozták az eredményt a Nyíregyházi Sportcentrum játékosai. Nagy szombaton sikerült pótolni a korábban elmaradt sportcentrum nagyhalász mérkőzést. A nyiregyházi helyszínen vívott mérkőzésen a sportcentrum sakkozói megint csak 9-1 arányban tudtak győzni a nagyhalásziak ellen, megint csak két döntetlen adva le. Ezzel kiegyenesedett a tabella, két fordulóval a csapatbajnokság vége előtt vezet a Nyíregyházi Sportcentrum második csapata 55 és fél ponttal. Második helyen áll a tavalyi bajnok, a Piremon első csapata 52 és fél ponttal, a harmadik és negyedik helyen pedig a, a harmadik és negyedik legerősebb csapat, a Kisvárda és a Dávid áll, 45 és fél, 45 és fél ponttal, ötödik helyen pedig az egyébként mege, ö, feljövőben levő vajai csapat, 39 ponttal. A bajnokság végeredménye még nem jósolható, csupán valamilyen mértékben valószínűsíthető, a bronzérem a Kisvárda és a Dávid között fog eldőlni, az ötödik hely az valószínűsíthetően a Vajai csapaté lesz, és a bajnoki címba Nyíregyházi sportcentrum második csapata, valamint a Piremon első csapata között fog eldőlni. Helyzeti előnyben van a sportcentrum, azért mert három pont előnnyel ö vezeti a bajnokságot. Egymás elleni eredmény is a sportcentrumnak kedvez, hiszen 6-4-re le tudta győzni a Piremon első csapatát, és ez azt jelenti, hogy a hátalevő két fordulóban a Piremon első csapatának három és fél pontot kell behozni a sportcentrum második csapatán, ami rendkívül nehéznek tűnik, hiszen a Piremon hátalevő ellenfelei legalább olyan nehezek, mint a sportcentrumnak a hátralevő ellenfelei. De én azt hiszem, hogy a saktáblán még minden lehetséges, elgyengülhet a sportcentrum, magára találhat a Piremon, vagy akár fordított is történhet, hogy a Piremon nem tudja behozni a hátrányát, és a nyíregyházi sportcentrum az eddigi lendülettel tovább menetel a bajnoki cím felé. Péter, milyen partit mutatsz be mi nekünk ma? Hát egy ö, olyan partit terveztem, ahol a Piszavasvárnének az egyik ifjú játékosának a játszmáját ö, ö, fogom bemutatni Rádai Zoltánnak, aki, aki ö, egy nagyon szép ö, térelőnyös. Ö, ö, partit tudott bemutatni az ellenfelével szemben, és én úgy gondolom, hogy egy kifejezetten élvezetes jó partit fogunk látni. világossal fog játszani Rádai Zoltán, sötéte volt Orbán Vasile George, aki, aki nem a legjobban játszotta a megnyitást, és ugye ezt hogyan lehet kihasználni. d 4 kezdett Zoli, amire D5-tel folytatta Fekete, C4-jel ugye megtámadta a centrumot, világos, és 20 f 6 ugye ez már magasabb szinten egy hiba, ugye itt meg kell tartani a gyalogokkal a centrumot, vagy C6, vagy E6, vagy esetleg ugye d C4, ami még közben jön. Én még a Huszár C6 is jobb lépés, még az is egy hosszú változatot rejt magában, de elvégben az a legjobb, hogyha gyaloggal alátámasztjuk ezt a centrumot. Tehát ezt a Huszár f ugye néhai Marsa a nagymester, vagy egy bő száz évvel ezelőtt vezette be a verseny gyakorlatban, és annyira nem volt megfelelő. Nem bizony, tehát ebből lehet látni, hogy azonnal átadja a centrumot fekete, ami ugye nem jelent semmit, de mégis sokkal kedvezőbb, sokkal kényelmesebb játékot biztosít világos számára. Ugye C üti D5 következett, amire Huszár üti D5, ugye azonnal elfoglalta a középső mezőket a gyalogokkal világos, Huszár F6-tal visszament Huszár C3-mal ugye fejlődik, ugye az egyik legfontosabb alapelv, C6 következett ugye, megint egy kicsit várakozó, passzívabb lépés, kicsit beszorul ilyenkor a vezérszálnyas sötétnek. Igen, nehéz ugye a C8 futónak helyet találni, úgyhogy futó E3-mal fejlődött, világos, nagyon jó lépés. Huszár BD7 következett, amire Huszár F3-mal másik Huszár is fejlődik, H6, ugye ez megint felesleges lépés, ugye ami, ami nem annyira jó. A bástya C1-et találta ki Zoli most, ami egy logikus jó lépés. Futó E2-i jelen... számítás. Futó E2, a... futó D3, futó C4, tehát futó C4 Igen. ugye esetleg huszár B6 miatt, de futó D3, ahogy a parti következik, az is jó lépés. Básra a C1 ugye igazából azért nem, hogy c 5 ne nagyon jöjjön, hogy a C vonalban Ugye ott benne legyen bármit szeretne ott robbantani a centrumban, fekete. Tehát most már sötétnek nehéz ö, megfelelő ellentámadást vezet. Igen, világos igen. Megszállt a gyalogokkal a centrumot, megerősítette könnyű tisztekkel a, a centrumot, és ö, zavartan keresheti sötét, hogy akkor most hogyan kívánja megbontani a világos igen. centrumot. Nehezebb ugye tervet találni feketével. Igen, igen. Páscsa C. egy következett, amire sötét elhattal folytatta. Futó D3-mal, ugye az utolsó könnyű tisztjét is kifejlesztette, világos. Futó E7-tel fejlődött fekete, elsáncolt, világos. Ugye most uh, igazából valószínűleg a rövid sánc lett volna az egyik legjobb lépés, de arra uh, valószínűleg E5 következett volna, majd Futó B1 vezér D3-mal a nagy átlóra, nagyon erős tervet uh, mat. Uh, matta fenyegetett volna a fekete, vagy nagyon meggyengíti e, sötét a királyállását, úgyhogy igen, ezért... e gyalog ellenem nem nagyon van megfelelő Vissza van szorítva, igen. ugye az előgyalog gyalog gyakorlatilag visszaszorítja az F6 védő tisztet, és ezért nem nagyon tud. Ezért Huszár g 4 folytatta a fekete, ami ugye mindig van egy olyan alapelv, hogy addig nem akciózunk, amíg nem fejeztük be a megnyitásnak az alapelveit, ugye a tisztekkel való fejlődést is, és utána a sáncolást, ugye. És ő már így akciózik, ugye futó f 4 jel nem adta oda ezt a futót, világos, amire visszament a 20 f 6 ra és ugye futó b 1 el világos, teljesen logikus tervet lépett, ugye majd vezér D3 vagy vezér L2 lenne a terv, és bástya D1-jel, ugye minden tisztje jól áll világosnak, ezt kell látni, tehát ugye harmonikusan állnak, feketének a C8 futóval van a legnagyobb baja. Ugye és az, hogy nehéz tervet találni. Milyen tervet talált ki? Hát 20 f 8 al érkezett. Hát 20 ugye, 20 g 6 ot kíván Igen, hozni. egy újabb figurát visz oda védelembe. Vezérel 2 következett, amire Huszár g 6 futó E3, és elsáncolt sötét, ugye most azért elég sok tiszt védi ezt a királyt, erre bástya FD1 következett, ugye most a C8 futónak a helyzetére akarunk majd rájátszani, ugye az és a D5 robbantás is előbb-utóbb napvilágra kerül. Igen, vagy akár még az, hogy a centrumba beteszünk egy figurát, bástya E8 következett, és ugye Huszár e egy nagyon erős lépés, ugye, ezt nem annyira jó ütni, mert ezt egy gyaloggal fehér, és hogyha Huszár D7-tel ugye visszamegy, nem veszít tisztet, akkor F4, és teljesen gúzsba van kötve ott a fekete haderő. De ez se volt a... Ez valószínűleg Orbán ö, ö, doktor úr, főorvos úr, meg jegyezzük meg, az ő neve Orbán Vasszil Györgye, de ő valójában Igen. Orbán László György, lászló, egy lászló. parciumi szatmár németi sebész főorvos, aki magyar ember, ugye, és nagyon sokat sakkozik Magyarországon. Igen. egyéni versenyen is, de főleg ugye az NB2-ben. Igen. Hát Huszár H8 következett, ugye, ami, ami, nem a legjobb, meg ugye, ha hát megnézzük inkább ilyet. F8. Inkább f 8 a kellett volna vinni, tehát ez egy nagyon gyenge lépés, de ettől függetlenül világos folytatta a tervét, f 4 el ugye azt a centrum Huszárt ugye alátámasztotta. Vezér C7 következett, amire király h 1 el ugye biztonságba helyezte ezt a királyt, A6 jött, és Huszár g 4 jel ugye az egyik védő figurát hiszette világos. Huszárüti G4, vezérüti G4, és ugye f tel robbantott fekete, amivel ugye csak magára nyitja az állást de ugye ez, ez, valószínűleg egy rossz lépés, de itt már nagyon sok jó terv nem volt. Nehéz, nehéz tanácsot adni már vezére Vezér F3-mal visszavitte, világosra vezér. Tehát igazából világosnak könnyű, kényelmes jó játéka van. Bástya F8 következett, amire e 5 Lezárta a centrumot. Tehát most úgy néz ki, hogy, hogy hogy sötétnek sikerül konszolidálni az állását, mert a világos gyalogok mögé be van zárva világosnak az E3 futója, az látszólag rossz futó, Igen. és a jó futó, a B1-en álló világos mezerű futó pedig a sötét gyalogok miatt nem jut igazából szerephez. Igen. De a sakk az egy dinamikus valami, és azt kell felfedezni, hogy gyalog lépése, vagy bármi egyéb módon, hogy lehet robbantani jól az állást igen, világos részére. részéről. Én itt azonnal valószínűleg D5-öt léptem volna. Tehát ez egy picit ugye zárja az állást, és ugye itt a, a fejlődési előnyt úgy a legegyszerűbb, vagy legkönnyebb kiasztálni, ha rányítjuk azonnal ezt a szerkezetet. Tehát én itt vagy D5-öt léptem volna azonnal, vagy esetleg fölte ütöttem volna. Jó, itt hibázott fekete, itt ki kellett volna a C-vonalban menni, és vagy vezér D8-at lépni hogy ne, ne, jöhessen ez a D5-ös centrum robbantás. Ugye most utó D7-tel érkezett Fekete, az utolsó figurát is kifeleztette, de megérkezett D5, és ez gyakorlatilag eldöntötte a küzdelmet. Ugye C üti D5 következett, amire Huszár üti D5, és nem lehet leütni a lovat, mert a c 7 en álló sötét vezér ugye ütésben van. Megnyílt a C-vonal. is. Ugye most futó C6-tal Próbálkozott, de hát ugye ez meg, hogyha majd megnézzük, gyakorlatilag azonnal vesztett, Huszárüti C7, Futőüti F3, üti F3, Bástya a C8, következett, amire Huszárüti E6 után tisztelőny, teljesen nyert állás, tisztelőny, tehát itt dolog még előny, tehát majd a népszámlálás. Még léptek kb. tized, de ezt teljesen feleslegesen tette már Fekete, tehát ez... Gyakorlatilag egy a tan példája volt, hogy a, hogy a e, könnyebb játékkal, ugye, akinek nagyobb a, a területe a centrumban, sokkal könnyebb tervet készíteni, sokkal könnyebb e, a tiszteknek a megfelelő helyét megtalálni. Te ezt úgy szoktad magyarázni edzésen, hogy a sok stratégia egyik alaptörvény a fejlődési kötelezettség, fejlődni kell az állásban, és hogyha valaki elmarad a fejlődésben, akkor nyitni kell az állást, hogy megbüntessük igen. a vétkezőt, és a fiatal Rádai Zoli pontosan ezt csinálta, rányította Orbán főorvos úrra az állást, és sikerült is tiszt és gyalognyeréssel szétverni a sötét erődét. Igen, igen, mondjuk kellettek hozzá fekete is, de szépen használta ki világosan Zoli a fekete hibákat. Tisztelt nézőink, a Tiszavasvári csapata általában a csapat hátsó tábláin erős, ott vannak az ellenfelektől általában erősebb játékosok, tehát magasabb értékszámú erősebb játékosok. A fiatal Rádai -nak a győzelmét az is különösen értékessé teszi, hogy nem a hagyományosan a hátsó táblákon volt Zoli erős, Zoli elő játszik a, a harmadik, negyedik, mikor, hányadik, második, harmadik, negyedik táblán, tehát a hajduszoboszlói csapattal szemben kivívott 7 45 arányú, igen, fényes Tiszavasvári sikerhez Zoli igen nagy mértékben járult hozzá, mivel elől, előső, elől lévő táblán sikerült ezt a fényes győzelmet kivívnia. Bízunk abban, hogy Zoli még nagyon sokáig eredményes pontszerzője lesz a Tiszavasvári csapatának, és a Tiszavasvári évről évre folyamatos stabil középcsapatként fogja fémjelezni Tiszavasvári nagy sakmúltját. A mai műsoridőnknek sajnos a végére értünk. A következő adásunkban fogunk beszámolni a Diák Olimpia küzdelmeiről és egyéni eredményeiről, és természetesen sakkozni is fogunk. Péter nagymester igen szakszerű kommentálásában fogunk nagyon sokat tanulni a sak stratégia és taktika különböző titkairól. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! Viszontlátás.